A rövid nyári szünet után újra elindult a munka. Megkezdte felkészülését a 2020-21-es szezonra a DVTK labdarúgó csapata. Csütörtök délután már az új játékosokkal kiegészült keretnek tartott edzést Feczkó Tamás. A szezonnyitó tájékoztatón elhangzott, a cél az, hogy kiegyensúlyozottabban teljesítsen és látható fejlődést produkáljon a csapat. A sportigazgató, a vezetőedző és a DVTK új labdarúgói vettek részt az András úti stadionban tartott szezonnyitó tájékoztatón. A jelenleg 27 tagú keret a később csatlakozókat leszámítva, csoportokra bontva orvosi vizsgálatokkal kezdett, majd csütörtökön már együtt indították a szezont a pályán a piros-fehérek. A szezon rajta a kapcsolatos tájékoztatón a következő bajnokságról még nem foglalt állást Feczkó Tamás, miután még várható új játékosok érkezése. De az biztos, hogy két gólerős támadót igazoltunk annak érdekében, hogy ne legyen probléma a góllövéssel, mert nem biztos, hogy idén is több mint 20 gólt tudunk szerezni pontrugásokból, amivel ugye a teljesen B1-ben a legtöbb gólt mi szereztük. Arra törekszünk, hogy ugyanígy minél több pontrugásból szerezzünk, de kell az is, hogy minél több olyan góllövőnk legyen a pályán, aki megosztja az ellenfeleknek a figyelmét. Ehhez kapcsolódva a klub sportigazgatója megjegyezte. Az átigazolások talán legfontosabb célja, hogy az eddigiekhez képest más játékra is alkalmas legyen a keret, és minőségben előreléphessen a csapat. Mind a három játékosnak nagy szerepe lehet. Drazsi csak egy remekül induló csatár. A Gorozov, egy borzasztó gólerős szélső játékost tud játszani. De a Hegedűs Jani, se felejtsük el, aki mélységből remekül építi a támadásokat, és ugyanakkor a hosszú beindítása is nagyon hatékonyak. A tájékoztatón többek között elhangzott, még egy-két játékos tervez leigazolni a klub, védőjátékosban, illetve védekező középpályásban gondolkodnak. Illetve várják a Puskás Akadémia visszajelzését Kis Tamás leigazolásával kapcsolatban. További riportokkal kiegészített bővebb összefoglalót keddi sportműsorunkban láthatnak nézőink.